A Minden Szentek egykelte eredetű keresztény ünnep, amelyet a katolikus egyházban november 1-én tartanak, a valaha élt igaz emberek tiszteletére. A kereszténység terjedésekor a hittérítők azt a feladatot kapták, hogy lehetőség szerint a keresztény szokásokat a pogány ünnepekhez igazítsák, azok betiltása helyett. Így ez a pogány ünnep a keresztény Minden Szentek ünnepe lett. A katolikus egyház hívei szinte minden egyes nap meg tudnak emlékezni egy boldogról vagy egy szentről. Minden Szentek napja, ahogy azt az ünnep neve is mutatja, minden olyan igaz emberi, akiknek nincs ünnepük, talán nem is ismerjük őket. Biztos, hogy hát, hogy ma ott vannak a mi szüleink, vagy a nagyszüleink is, akik célba jutottak az Isten örök boldogságában, színelátásában vannak, és ilyenkor emlékezünk rájuk, és nem csak mint a szertartásainkban emlékezünk, hanem mint egy kérjük őket is, hogy segítsenek minket Isten előtt, hogy mi is odajussunk és egy közösséget alkossunk ővélük. A katolikus egyházban ezen a napon szentmisével emlékeznek meg a szentekről. A reformátusok október 31-én ünnepelnek, ekkor ülik az egyház megújulásának ünnepét. Ezt szokásos vasárnapi Isten tiszteleti rendszerint ünneplik, de tiszteletben tartják a Minden Szentek ünnepét is. Nincsen külön liturgiánk, viszont az van, hogy november 1-én délután kimegyünk a temetőbe, és egy emlékező, illetve feltámadási Isten tiszteletet tartunk. Tehát mi azt a lehetőséget használjuk ki, hogy ilyenkor nem csak visszafelé lehet tekinteni, hanem fölfelé is, és előrefelé is, hogy akik elmentek, azokkal majd fogunk találkozni az örökké valóságban, az üdvösségben. Sok európai országban, köztük Magyarországon és valamennyi magyar lakta területen szokás, hogy az emberek meglátogatják elhunyt hozzátartozóik sírját, virágot visznek és gyertyákat, mécseseket gyújtanak Minden Szentek napján.